Továbbra is egészség, és egy nagyon érdekes téma, különböző anyagcsere típusú emberekről fogunk Bocsi Viktória tanácsadóval beszélgetni. Én ezt mondtam neked az előbb, hogy én még ezeket soha nem hallottam, hogy ilyen alapon is fel lehet osztani az embereket, hogy hogyan meg mint táplálkoznak. Segíts egy kicsit ezt megérteni, hogy hogyan van ez, hogy ilyen táplálkozás típusok alapján tudjuk az embereket felosztani. Rendben, sziasztok! Szia! 2008-ig én sem tudtam, hogy léteznek ilyen táplálkozási típusok. Ugye kezdeném azzal, hogy ez nálam hogy jött ez a becsípődés. Hát olyan 20 éves korom óta érdekel a táplálkozás témája, és akkoriban ez a vegetáriánus étkezés volt a trend, és elkezdtem nem enni húst, tehát ugye vegetáriánus. A tojás az talán azt nem úgy emlékszem belefért, tehát nem ez a vegán vonal volt, ami a teljesen állati mentesség, hanem csak húst nem ettem, és egy évig súly problémáim voltak. És a környezetem, aki ugye biztatott erre, hogy ez méregtelenítő folyamat, és hogy az, hogy rosszul vagyok, és hogy nem bírok reggel felkelni, és nem jó a közérzetem, és hogy súly problémáim, és csak a méregtelenítésnek a része, tehát ez volt a szakértői vélemény hozzá. Na most ez addig fajult, hogy egy év után beszabadultam egy grill csirkéshez, és szerintem így egybe, tehát bomba hagytam. Dőlt, egy év munkája. Egy év munkája oda lett, és szerintem a grill csirkének a szárny végét, ha meghagytam ugye egy ültőhelyembe, és azt éreztem, hogy az idegeim kisimulnak, és minden a helyére kerül. És tehát akkor te valószínűleg az a típus vagy, akinek szüksége van a húsra. Így van, meg az állati fehérjére és a zsírokra. Ezt majd később elmondom, hogy ennek mi a jelentősége. És ekkor került a kezembe az Atkins könyv, ami ugye egy magas zsírtartalmú, tehát magas zsír, szinte ketogén diétának nevezhető táplálkozási módszer. És elkezdtem ezt csinálni. És ettől nagyon-nagyon jól éreztem magam, de a környezetem az nem változott. Tehát ugyanazok a vegák voltak körül, és ugye ezt rosszalták. Tehát ezt túl sokáig nem tudtam csinálni. Viszont tök jó formába kerültem tőle. Akkor utána elkezdtem edzeni, elkezdtem a rizscsirkét, ezt a napi ötször keveset, na attól is nagyon rosszul éreztem magam. Jó, te ilyen magadon kísérletező típus vagy, jó, tehát akkor nem levegőbe vesz, ha valakit mondasz, hogy így én ezt végigéltem. Ez ment 2008-ig, amikor jött egy barátom Németországból haza, akit Balázsnak hívnak, és hozott egy módszert. Ennek az angol neve a metabolic typing, ugye magyarul anyagcsere tipizálásnak nevezzük, és ekkor tudtam meg azokat az információkat, ami nem kicsit hatott rám megnyugtatólag, hogy igen, nekem a magas zsírtartalmú étrendre van szükségem, és egyáltalán nem kell ötször keveset ennem, sem szénhidrátban gazdagon, sem sok gyümölcsöt, sok zöldséget, tehát a zöldség az mondjuk nyilván az mindenkinek jó, tehát ez egy alapirányelvünk, de a gyümölcsökkel például én hadilábon állok, amik köztudottan egészségesek. Milyen vizsgálat folyamán, vagy milyen vizsgálatok során kellett átesned, hogy megtudd, hogy neked mire van szükséged? Szóval ezt hogy állítjátok be? Akkoriban volt ehhez egy gép, ez egy orvostechnikai eszköz volt, ami biorezonanciás elven működött, de ezt azóta én már egyáltalán nem használom, mert nagyban függött a tanácsadó hozzáállásától. És de hogy lehet az a módszer, amivel én ezt megteszem, tehát amivel mi tipizáljuk, egyébként ez egy saját magam által kidolgozott módszer, ez egy hosszú kérdőívből áll, fényképeket kérek be az ügyfelektől, és egy táplálkozási naplót, amiben három nap... Fényképeket az ételekről? Nem, önmagukról, ja, tehát önmagukról. A testükről. Azon látszanak bizonyos alkati jegyek, amiből lehet következtetni, aha, mondjuk a hormonális dominanciájára, ezt majd később elmondom, hogyha oda jutunk. És ezekből tudjuk megállapítani. Jelenleg hárman csináljuk ezt a módszert az egész világon. Jó, de akkor egyet már említettél, hogy te milyen vagy, ez a magas zsírtartalmú ételek kedvelője. Ilyen is milyen igen, típusok vannak még? Én egy fehérje típusba tartozom. Aha. A fehérje típusnak egy kicsit a neve félrevezető, mert igazából magas zsír, tehát több zsírbevitelre van szüksége. Van a szénhidrát típus, ugye értelemszerűen ennek az ellenkezője, akinek tökéletesen beválik ez a napi ötször keveset, zöldséggyümölcs, némi keményítőben gazdag szénhidrát és kevés zsír, ami most így az általános ajánlásokban szerepel. És van egy köztes típus, amit mi már tovább bontottunk, ez az egyensúlyi, ez akinek mindenből keveset, de annak nagyon jó minőségűnek kell lennie,
bizonyos arányokban, ezt ugye megmondjuk az ügyfeleknek, hogy ezek milyen arányok legyenek, de ebből is van, amelyik inkább a magasabb szénhidrátigény felé megy el, és van, amelyik a magasabb zsírigény felé, de mégsem annyira, mint a szélsőséges fehérje és szénhidrát típusok. Wow. Könnyű ezt egyébként, tehát laikusként oda megy valaki, azt mondja, hogy valami nem jó, nem tudja, hogy mi nem jó. Igen. Megkeres téged, vagy igen, nem tudom, bárki. Hogyan lehet, tehát hogy nem biztos, hogy a részleteiben menően nagyon kell, de ahhoz, hogy hogyan tudod leggyorsabban, legegyszerűen megállapítani, hogy te ilyen vagy. Mert hogy ez próbálgatjátok is egyébként? Ez az alkat, amit mondtam. Igen. Plusz elmondja, hogy mit eszik, akkor látom, hogy mi az eredménye annak, ahogy ja, hogy ezt eszik. Így összekapcsolod. Aha. Persze. Tehát azért elég nagy rutinnal rendelkezünk már így az elmúlt 9 év alatt. Mennyi idő alatt lehet megváltoztatni valakinek mondjuk az egészségtelen étkezésből, hogyha rájön, hogy ilyen típus is, hogy mit teszik, akkor mennyi idő alatt látni eredményt? Hát hetek alatt. Tehát mondjuk, hogyha nagyon el van az anyagcsere hormonálisan esetleg már, tehát az egyensúlytalanság beállt, akkor ott egy kicsit több időre van szükség. Nem a fogyást szoktuk becélozni, hanem azt, hogy ezek a egyensúlyok, idegrendszeri, hormonális egyensúlyok helyreálljanak, és utána mellékhatásként beindul a fogyás. Van, akinek egyből, van, akinek egy kicsit később. És akkor itt például azt veheti észre az illető, aki elment hozzátok, hogy mondjuk gyorsul az anyagcseréje, vagy más az tehát hogy mik azok a dolgok, amiket tapasztalhat. Nyilván egy idő után sokkal jobb lesz a közérzete, vagy gondolom a fogyás is beindulhat, de mik azok a dolgok, amiket azonnal észrevesz, hogyha mondjuk megtalálja azt, ami neki a legjobb. Az első, amit szoktunk hallani, és amit ugye az ember magán észrevesz, az, hogy nem fáradt. Tehát elmúlik ez az állandó nehezen ébredés, enerváltság, ez az állandó ehetnék, hogy ettem, de úgy még mindig ennék valamit. Tehát sok ember van ebbe. Általában ezek a fehérje típusok, akik ezt a zsír szegény étrendet folytatják, hiszen nem kapnak elég zsírt ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat. Tehát nagyon egyszerűen kíváncsi lennék, hogy én milyen típusba tartozom, mert én is nagyon sokszor érzek fáradtságot, és tudod, erre mindig ráhozok, hogy jaj, most a tavaszi fáradtság, most kiszívott igen, a nap, most jön a tél, és kicsit már úgy raktározol, de akkor ezek szerint erre lehet, vagy van megoldás. A táplálkozásnak nagy hatása van rá, de nyilván, hogyha nem alszol eleget, az előrébb van. Tehát ezt azután lehet. De van, akinek elég innentől kezdve 6 órás alvás, tehát ilyen egészen hihetetlen változások. Mennyire kapcsolható össze most itt két fogalom? Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, hogy ez az anyagcserés emésztés, az emésztés az anyagcserének egy része, nem? Vagy ez hogy kell elképzelni? Hogyan függ össze a kettő? Ugye a szóhasználatban ezt a kettőt össze szokták keverni, és a gyors emésztést a gyors anyagcserével szokták azonosítani, ez nem így van. Ahogy mi nézzük az anyagcsere folyamatokat, azok sejten belüli folyamatok. Tehát van a sejtnek egy anyagcseréje, ezt citrátkörnek hívják hivatalosan, és az ezen belüli anyagcsere sebességét lehet megnézni, és ez a folyamat, ez hatással van idegrendszeri folyamatokra, megnyilvánulásokra, erre a kérdőívbe rákérdezünk. Tehát ez az emésztés pedig ugye az, hogy kinek milyen gyors az emésztése, azt szerintem nem kell megmagyarázni. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen telefonok igen, fognak érkezni, mert hogy egész délután itt leszel velünk, igen, és akkor a szakértői telefonon várod majd a különböző igen, kérdéseket, úgyhogy a telefonszámba segíts. Hívják bátran 06-35-15-93-99-es számon délelőtti szakértőnket, és akkor Viki, várunk vissza. Rendben, mi pedig megyünk szépen emésztés segíteni ezekkel a smoothie-kkal.